Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és igen, eljött a nap. Eljött az utolsó forduló a mi kis játékunkban, ki fog nekem segíteni csinálni egy-egy videót, és hogy idézek egy kicsit a kommentekben, mert most itt azért nem szeretném felolvasni az összeset, csak a győztes, és idézek egy kicsit a kommentekből. Igen, ez a játék alatt egy kicsit én is közelebb kerültem hozzátok, és ti is közelebb kerültetek hozzám. Így aztán egy kicsit beleláttam én is a gondolkodásotokba, ti is beleláthattatok, hogy én hogyan gondolkodhatok a kérdéseim alapján, és tényleg egy egész jó kis játékot sikerült levezetni. Kurvára nem könnyítettétek meg a dolgomat, az az igazság, és nehéz választani. Igazából azt hiszem, hogy megtaláltam magát a győztes választ, mert ahogy elnézem, amiket itt válaszoltatok, mindenki nagyon jól csinálta, mint jól válaszolt, és mind olyan válaszokat írtatok, amitől érdemes lett volna titeket kiválasztani, de mégis úgy érzem, hogy azért akadt egy-kettő válasz, ami kicsit kiemelkedett, de főleg egy, amitől úgymond nem teljes mértékben emelkedett ki, de van benne egy olyan, hogy is mondjam, részlet a válaszában, amitől, hogy úgy mondjam, érdemes foglalkozni az ügyel, vagy hogy őt választani, vagy hogy téged választani, kedves nyertes, erre a feladatra, és akkor hadd beszéljek egy kicsit a kérdésről. Ugye azt tettem fel kérdésről, hogy mitől gondolod, hogy te lehetnél az, akivel én szeretnék játszani, megismerkedni valami, és ugye hozzátettem, hogy vigyázz, nem feltétlenül arra vagyok kíváncsi, hogy milyen ember vagy, és sokan elkezdtek erről írni, hogy én miért vagyok, miért szeretnétek velem játszani, hogy ti milyenek vagytok, mit tudtok, stb. Ugye aki követi mostanában azért a videóimat, az láthatja, hogy a Battlefield-et elég sokat töltök fel, és játszom emberekkel. Fönt vagyunk TS-en, játszogatunk, megalapítottam ezt az úgynevezett TNA Platoon-t Battlefield 4-en belül, és most már vagyunk nagyon sokan, közelítünk a 100-hoz. És mint tudjátok, azért nyitottá tettem a TS-emet, és rengetegen jönnek föl, és együtt szoktunk játszani. És mindenki nagyon jó fej, és marha különleges, és mindenki jól is játszik, és önmagukban mindegyik srác egy egyéniség, és kurva jókat szoktunk nevetni, és gondolom azért ez lejön a videókból is, hogy mennyire tudunk együtt jól játszani. Úgyhogy ezért is mondtam nektek abban a kérdésben, hogy vigyázz, mert nem biztos, hogy rád vagyok kíváncsi. Mert tudom, mert ha észreveszitek, rengeteg játékossal játszom, rengeteg emberrel játszom, mostában minden nap Necrocrim nap van, hogy úgy mondjam, és mindenki iszonyatosan jó fej, szóval tudom, hogy bárki, aki igazából jönni fog játszani velem, vagy segíteni megcsinálni ezt a videósorozatot, az jó fej. És valamilyen oknál fogva engem néz, tehát valamilyen oknál fogva mi egyezünk, és a látásmódunk hasonlatos, mert azért is iratkozott fel a csatornámra, és néz engem, és biztos vagyok benne, hogy ebben a játékban is benne lenne ez a dolog, önmagát hozná. Úgyhogy ezek a válaszok, amiket itt így írtatok, hogy jó társaság, meg jó fej, én igen, ezeket mind tudom rólatok, de kivételesen nem erre lettem volna kíváncsi, megint csak, és ezért is nem tökéletes a válasz akit kiválasztottam, de valahol remélhetőleg, szóval úgy gondolom, hogy remélhetőleg ő is arra gondol, amire én gondolok ezzel kapcsolatban. A másik pedig ugye volt, aki írta, hogy... Ja igen, ugye Tommy Lee Thomas írta, hogy nem tudja megindokolni, hogy miért őt válaszom. Ez így oké, rendjén is van, azért lehetett volna indokot írni, és igen, és valójában ugye én fogom eldönteni, és én tudom, hogy ki az, aki tovább fogok engedni. Na most ez egy nagyon jó kis választ írtál, ezzel csak nem adtál semmi indokot, csak annyit mondta igazából, hogy ugye én leszek az, aki eldönti, hogy ki tovább és így tovább. Ja, egy kicsit úgy érzem, hogy itt már így feladtad a küzdelmet, pedig lett volna rá esély, hogy írjál valami olyasmit, amitől sikerült téged kiválasztani. Nos, nagyjából
Nagyjából ennyi lett volna, szerintem nem is fogom húzni az időt. Elmondom a győztes nevet, a győztes választ, és megmondom, hogy fog lezajlani ez a videózás dolog, mert már most elég szűkösek a napjaim, hogy őszinte legyek. De ezt meg kell oldani valahogy. Nos, hol van a győztes válasz? Na, de azt már most el tudom árulni, hogy Ziz írta le a győztes választ, mint mondtam, nem a legtökéletesebb, de amit én ki tudtam belőle olvasni, akkor mindjárt kielemezzük számomra. Tehát úgy gondolom, a kor és egyéb tényezők elenyészőek a gémelésben, ellenben azzal, hogy mennyire vagy motivált, előrelátó és hidegvérrel kitartó, úgy gondolom azért én lennék a megfelelő partner melletted a videóban. Mert kettős pont. Az igazság, hogy innentől tovább akármit írsz, benne van már az a dolog, amit szívesen játszanék veled. Hogy őszinte, tehát a motiváció, az erőlelátó, a hidegvérrel kitartó, kicsit nyers fogalom, de nagyon örülök, hogy ezt így bele tápláltad a fejedbe, ezt a hidegvérrel kitartod, mert erre azért szükség van, nem azért, hogy velem jársz, csak úgy általánosan az életben. Szóval mindig van egy adóász az ingójamban, nem elég csak játszani, egy bevás stílusú, úgy és újra gondolkodni kell, sok oldalon kell mutatkozni, minimum A és B tervvel. Sosem tudhatod, hogy az ellenfél épp milyen formában van, taktikában visel hadat, megfelel, és meg lehet, hogy néha első nekifutásra saját taktikánkkal, saját taktikák nem elég, ilyenkor jön a jól bevált B-terv, gondolom ezt szeretted mondani, ami tapasztalatokra és rafinadságra épül. A játék arról szól, hogy győzze az ellenfeledet, a játék arról szól, hogy legyőzze az ellenfeledet, a játék arról szól, hogy játsz, de valami más pedig szólhat arról, hogy győzze az ellenfeledet. Ez elég elengedhetetlen rafináltság, motiváció és meglepetések, robbanásszerű véghezvitel, bennem úgy érzem, ez mind megvan, de ami a legfőbb legyen, bármilyen játékmenet élvezni kell. Ezt írt az íz. Azt hiszem, hogy ez a válasz tetszik a legjobban, és ez az, amire úgy gondolom, hogy tetszik, hogy van egy ilyen mentalitásod, ha valóban a te mentalitásod, és jó. Tetszik, hogy így gondolkodsz, valahol én is így gondolkodom bizonyos dolgokat illetően, és ha tényleg ilyennek vallod magad, remélhetőleg ilyen is leszel, majd úgyis megismerkedünk, ha minden jól megy, és meg tudjuk csinálni ezt a sorozatot. Nos, Ziz, úgyhogy kérlek szépen jelölj be Steamen, és írj rám Facebookon, hogy milyen néven jelöltél be, hogy tudjam, hogy te vagy az, mert azért mások is szoktak bejelölni, és nem szeretnék félre jelölni, hogy úgy mondjam. Szóval jelölj be Steven, és írd meg Facebookon, hogy milyen felhasználó névvel jelöltél be. És nos, akkor hogy fog lezajlani ez a dolog? Körülbelül valószínűleg egy kicsit vissza fogok vonulni, nem biztos, hogy lesz annyi videó, amíg ez lezajlik. Szeretném megcsinálni ezt a videót, az is lehet, hogy egy-két hét alatt tudjuk megcsinálni, de az is lehet, hogy egy nap alatt le tudjuk zavarni az egészet, hogy ő is ráér, én is ráérek, akkor lehet egy nap alatt fel tudjuk venni az összes anyagot, és akkor a renderelés és feltöltöm, hogy fogom feltölteni, lehet, hogy heti egyet, vagy két-három napi egyet, majd elválik, de nagyjából így fog lezajlani, hogyha több ideig tart ez a kis forgatás, hogy úgy mondjam, videózgatás, akkor kevesebb videót fogok feltölteni, nem olyan gyakorlóság, amíg ezt meg nem csinálom, hogy akkor normálisan energiát fektessek ebbe a dologba én is. És vagy ha siker, akkor lenyomjuk egy nap alatt. Nyugodtan írhatjátok ide is, Facebookra is a kérdéseket, amikre kíváncsiak vagytok, mert lehet, hogy a rutin miatt sok mindent el fogok felejteni, elmondani, ami egyértelmű számomra, de nem biztos, hogy számotokra egyértelmű, úgyhogy ha kérhetem, akkor kíváncsiak vagytok erre a 1v1 technikák sorozatra, akkor hagyjatok ott kérdéseket, amire kíváncsiak vagytok, vagy itt, vagy Facebookon, ahol jól esik, és igyekszem belefoglalni a videóba. Tehát Krisztián Németh például már azért küldött egy-két dolgot, amire ő kíváncsi lenne. Úgyhogy hajrá, ne fogjátok vissza magatokat, úgyhogy ja, ennyi lett volna, Ziz, pedig te jelölj be engem, kérlek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!